Igazából rájöttem, hogy semmi nem érdekel már. Ja, hát same. Na jó, mehetünk igazából. Jó. Üdvözlök mindenkit! Silvio Cervantes Caius El Del Leo Leonardo vagyok, és műsorvezető társam pedig... Geri? Oké, deal. Nice. Emberként az egyik legelemibb, legalapvetőbb ösztönünk a fajfenntartás, ám ahogy a társadalmunk fejlődik, és mindennapi életünk az elmúlt évszázadok során egyre kényelmesebbé vált, az átlag ember zuzmó fókusza sokkal inkább az élvezetek hajszolása felé terelődött. Valami rémlik. És nem tudom, hogy miért, de van egy ilyen érzésem, hogy fogok még ezzel a zuzmóval találkozni. Hangsúlyozom, ez a te ötleted volt egyébként. Tehát. Igen, ez is rémlik, de már nem tudom, hogy mi volt ez. Remek, na, annyival jobb lesz. Noha bár limitált kiadású házi kolbász, zárójelbe csípős, zárójelbe zárva, töltette a bíró barlangrajzok. Na jó, most, hogy letelt az első perc, végre elmondhatom, most már nyugodtan beszélhetünk a baszásról, mert nem vehetik el a pénzünket. Folytasd kérlek. Kúrás. Yes, nohabár limitált kiadású házi kolbász, zárójelbe csípős, zárójelbe zárva, töltette a bíró barlangrajzok, agyagszobrok és egyéb kegytárgyak már a mai modern társadalmi berendezkedés kialakulása előtt több ezer évvel is léteztek, tagadhatatlan, hogy elkényelmesedésünk direkt összefüggésben áll fajfenntartási ösztönünk és bácsalmás egyértelmű különválásával a bácsalmás mögött szerepel itt zárójelben, hogy szexuális élvezetkeresésünk, zárójelbe zárva. Megmondom őszintén, ez azért van így, mert amikor letaláltam ezt a tudtot, akkor nem tudtam, hogy mi a faszt olvasok, és muszáj volt valami memót tenni magamnak, hogy amúgy miről szól az epizód. De tetszik, hogy nem mindegyik mögött van ott. Nem, tehát, mert valamikor emlékez. Ja, azt hittem azért, mert így az átlagember zúzmó fókusza, vagy a limitált kiadású házikolbás zárójelbe csípős zárójelbe zárva, az így nem ütötte meg az inger küszöbedet. Nem, ott még emlékeztem, mert itt már nem emlékeztem, félbehagytam, bekúrtam, másnap folytattam másnaposan, aztán rájöttem, hogy nem érdekel az egész, és úgy voltam, hogy elég az intróban megcsinálni ezt. Kiváló, kiváló. Szóval igen, szexuális élvezetkeresés és fajfenntartás különválása. Kultúrától, vallástól, éghajlattól és gyakorlatilag minden egyébtől függetlenül a művészet és a pörkölt, vagy sokkal inkább a testiség, mint olyan kapcsolata mindig is szoros volt. Gondoljunk csak a hihetetlen anatómiai pontossággal készült görög szobrokra, melyek nem csak egy adott művész egyéni stílusjegyeit hordták magukon, de csodálattal és tisztelettel adóztak az emberi test természetességének és gyönyörűségének, némi egészséges tundra töltette a párosulva. Jó, ez most meglepett. És most, hogy letelt a videó első egy perce, az algoritmus kevésbé figyel arra, amit mondunk, beszéljünk végre a baszásról. Igen, ez miben négy perc lett egyébként, ez most már így alakult. Nem számít. Nem számít. Kivágom a felét. Manapság a szexualitás nem feltétlenül egy a testiséghez feltétlenül fizikai értelemben köthető fogalom, sokkal inkább olyas valami, amit az idő múlásával egyre inkább egy szórakoztatási formává válik. És mint minden szórakoztatási forma, a szex is jelen van majdhogy nem minden modern ember felé közvetített médiumban. Olvasunk róla az újságban, hallunk róla dalokban, része a modern videójátékoknak, sorozatoknak, filmeknek, ám olybá tűnik, hogy több százezer év evolúciója és társadalmi fejlődése ellenére is abszolút ösztönlények vagyunk, ugyanis az emberek olyannyira képtelennek látszanak betelni a szexuális tartalmak fogyasztásával, hogy külön iparágak alakultak ki csak ezen igények folyamatos és azonnali kielégítésére. Ezen iparágak egyike a mozgókép hajnala óta nem titokban jelenlévő pornófilmipar, mely talán a mai rohanó világunkban a fáradt, stresszes és sok esetben izolált emberek számára az egyetlen hozzáférhető kapu a szexualitás eredendően vonzó világára. Azonban ahány ember, annyiféle igény és ahány filmrendező, annyiféle pornográfiai alműfaj létezik a fentebb említett igények kielégítésére. A mai történetünk esetében ugyanakkor az egyik legkevésbé ismert,
legspecifikusabb, legregionálisabb műfaj. A roman pornó világába nyerhetünk némi betekintést főhősünk Mitsuyasu Maeno megismerésének okán. És hogy miért is fontos egy többnyire csak Japánban ismert, kvázi 40 éve hallott pornó alműfaj megismerése egy bűnügyekkel foglalkozó műsorban, ahol többnyire drogdílerekkel, csempészekkel és csalókkal foglalkozunk? Eddig mondjuk egyikről sem volt szó, de ami késik, nem múlik, iratkozzatok fel, vegyetek mörcsöt. Ha? Passzom. Ha? Most már mondjad, bazd meg. Nem. Jó. A válasz egyszerű. Hát mert így nézhettem por ezt munkaidőben. Bármint nem én, hanem... Én, igen, hát, igen, igen, ez van. Ennyi, kész, ennyi a válasz. Piti vagyok, szarok rá, nem érdekel. Let's go. Legalább van haszna. Igen, abszolút. De ha már szóba került, és ha már olyan fontos a mai nem kicsit bizarr történetünk megértésének szempontjából, amúgy mi a faszom az a roman pornó? Szeretném itt hangsúlyozni, hogy közel, szigorúan kutatási jelleggel, közel 40 órányi klasszikus roman pornót néztem meg. Szigorúan kutatási jelleggel. Hagyok egy linket a leírásban. És azt kell, hogy mondanom, hogy mint filmográfiai műfaj tényleg abszolút minden pénzt megér. Mert úgy kell elképzelni, mint egy Kamen Rider-t, vagy egy Power Rangers, csak minimálisan több szopástól. Ez mondjuk elég specifikusan hangzik. Több kérdésem is felmerült. Az egyik az, hogy mondjuk ez nem kérdés ellenben igaz, hogy nagyon örülök, hogy nincs széges bankkártyánk. Volt még egy másik észrevételem is, de azt már elfelejtettem, úgyhogy A rövid és legkevésbé kínos válasz talán az lenne, ha a roman pornóra úgy hivatkoznánk, mint egy adott korszak termékére, az egyébként elég színes, állítólag, elég színes japán erotikus filmek világán belül. Segített volna ezen a bekezdésen, hogyha nem most említed meg, hogy 40 órányi pornót néztél végig. Azért nem kivágott. Nem. Robit, vágd be kétszer, szarok! Az úgynevezett pink filmek világát az 1960-as és 80-as évek között a kisköltségvetésű, szokatlanul történetfókuszú, teátrális és kortársaihoz képest kimondottan szoftkor alkotások uralták. A 70-es évek során rengeteg nagy japán filmstúdió vesztette el közönségét annak okán, hogy alkotásaik unalmassá, egysíkúvá és kiszámíthatóvá váltak, míg független filmes kortársaik egyszerűbb, bájosabb alkotásaik szerethetőbbek, közérthetőbbek és könnyebben fogyaszthatóak voltak. A kisköltségvetésű, sztorifókuszú alkotások sikerét látván a nagyobb filmes cégek is úgy döntöttek, hogy beszállnak a játékba, és tetemes költségvetési előnyüket kihasználva a 70-es évek során rengeteg új alkotást dobtak piacra, melyek nem csak a kritikusok, de a rajongók csodálatát is elnyerték. A nem egy ezen filmek közül ma már klasszikusnak számít a japán pink filmek világában. Mármint állítólag. Állítólag, ugye. Hallottuk. Egy haverom mesélte, hogy olvasta, hogy van ilyen. Ja. Hát igen, tényleg, vonjuk be a közönséget. Tényleg a közönség, írjátok le a komment szekcióba, hogy ti miért néztek pornót. Amúgy igen, van ez az ősi mém, tudod, hogy miért maszturbálnak a nők, és akkor így hát, mert olyan volt a hangulat, meg gyertyafény, meg láttam egy filmet, meg ízés, hogy hangulatba jöttem, és miért maszturbálnak a férfiak? Ha megvakartam, faszom, azt, na, ha már ott járok. Már elkezdtem, befejezem. Azaz. Ezen filmek váltak ismerté roman pornó néven. Nem lett tisztább, de legyen. Az első nagy filmes cég, amely beszállt az akkor még kivirágzó félben lévő műfajba, a Toei volt 1971-ben, és Teruo Ishii rendező segédletével azonnal neki is láttak saját sexploitation filmjeik gyártásának. Kenji Amano hamarosan több később sorozattá váló ötletével is előrukkolt ekkoriban, mint például a Sensational Line, az Abnormal Line és a Shameless Line, melyek később kollektívan Toei's Pinky Violence néven váltak ismerté, és nagyban meghatározták a 70-es és 80-as évek japán pornóiparát. Mármint állítólag. Állítólag. Allegedly. A legtöbb ekkoriban, in my opinion,
A legtöbb ekkoriban készült toai alkotás azonban határozottan a softcore műfajba sorolható munkák közé tartozott, önmagukat pedig pornográf akciófilmként definiálták, ami közel állt a valósághoz, ugyanis lényegében majdnem minden filmjük egy megbántott antihősnő bátor, erőszakos bosszújáról szólt, melyet 20-25 percenként megszakítottak egy tóparti szopással vagy némi sikátorban tapogatással. Az első ilyen alkotásuk a Reiko Oshida főszereplésével készült Zubeko Bancho, azaz Delinquent Girl Boss című filmsorozat volt. Egyébként meg kell jegyezzem, semmi relevanciával nem rendelkezik. A mai napig egy sokkolóan jó nőről beszélünk. Folytasd. Hát most rá fogok keresni, az az igazság. Reiko Oshida. Oh, wow. Nice. Yeah, abszolút. Tényleg rettentő szép egyébként. Yeah. 74 éves? Ugye, kurva élet, meg nem mondanád. Oh, mi a fasz? Jó. Szóval, yes. Delinquent Girl Boss. A stúdió egyébként akkoriban sikeres, már a klasszikusnak számító filmsorozatai közé tartozott Norifumi Suzuki rendezésében készült Girl Boss széria, és a Terrifying Girls High School, mindkettő Reiko Ike és Miki Sugimoto főszereplésével. Szintén a Toei égisze alatt készültek Shunya Ito női börtönfilmjei, wow, melyek szerializált változata a Scorpion nevet viselte, és Toru Shinohara ugyanezen néven futó manga sorozatát használta közvetlen inspirációként. Ugyanezen évben, 1971-ben Takeshi Itamochi és a Nikkatsu Japán legnagyobb... Na ezt a mondatot viszont... Igen. Hiszek benned, lenni fog. Ugyanebben az évben, 1971-ben, Takeshi Itamochi, a Nikkatsu Japán legnagyobb és legsikeresebb filmstúdiójának vezetője, úgy vélte, hogy a Pink filmek világa az egyetlen olyan kreatív környezet, ahol még érdemes alkotni, ezért úgy döntött, hogy a stúdió legnagyobb sztárjait kiszakítja a kortályt alakított szerepeikből, hogy a stúdió saját gyártású roman pornó munkáiban szerepeljenek. Annak ellenére, hogy a Nikkatsu hivatalosan ekkor lépett be a Pink filmek világába, már volt némi tapasztalatuk a sexploitation iparban. Az 1968-as Story of Heresy in Meiji Era és a szintén 68-ban készült Tokyo Bathhouse révén. A Nikkatsu nem késlekedett sokat, és még abban az évben bontották legújabb munkájukat Kazuko Shirakawa főszereplésével, amit az Apartment Wife, Affair in the Afternoon névre kereszteltek, és mely azonnal átütő sikert aratott. Az átütő siker a Pink filmek világában némileg másként értelmezendő, ugyanis nem egy, nem kettő, hanem szám szerint 20 folytatást kapott az Apartment Wife, Affair in the Afternoon, és Shirakawa a Nikkatsu első királynőjévé vált, elindítva ezzel a roman pornófilmek hatalom átvételét. A következő közel 20 év során a Nikkatsu közel havi 3 roman pornófilmet forgatott átlagban. Mivel ennyi film elkészítését lehetetlen lett volna közvetlen felügyelni, így a Nikkatsu hatalmas kreatív és pénzügyi szabadságot adott az íróknak, rendezőknek, és az egyetlen szigorúan betartandó szabályuk az óránkénti legalább 4 szex jelenet volt. De gondolom ez a tartalom, tehát a tartalombeli szabály. Yep. Legendás és azóta már klasszikusnak számító filmnek tekinthető ebből a korszakból többek közt az 1975-ös Tokyo Deep Throat, erre még én is hallottam, és az 1976-os Tokyo Emmanuel mindkettő Kumi Taguchi főszereplésével. Azonban a Tokyo Emmanuel nevű alkotás egy másik főszereplővel is bírt, gyanítom annak okán, hogy egyedül viszonylag nehéz kúrni. Ezt megoldjuk. Ezt cáfolnám. És ebben az esetben Kumi Taguchi partnere egy bizonyos Soichiro Maeno, polgári nevén Matsuyasu Maeno volt, aki történetesen mai epizódunk főszereplője. Na látod? Mondtam, hogy van intro. Ez volt az. Szétadom. Már majdnem a felénél tartunk. Szóval ki is volt igazából Soichiro, akarom mondani Matsuyasu Maeno. Ki volt igazából ez az álnéven színészkedő, fiatal, politikai indulatoktól fűtött férfi? Maeno 1946-ban született Sasakuzában, és bár korai életéről keveset tudunk, annyi bizonyos, hogy
élénksége ellenére kiválóan teljesített az iskolában, és rendkívül komolyan vette a tanulmányait, valamint a színészkedést, arról álmodott, hogy egy nap majd pilóta lesz belőle. A középiskolai évei alatt azonban fókusza inkább a színészi pálya felé terelődött, melyben annyi örömet lelt, és olyan tehetségesnek bizonyult, hogy miután tanulmányait befejezte, 1967-ben felvételt nyert a Kaliforniai Egyetem színjátszó szakára. Az Egyesült Államokban töltött évei alatt Moreno magányos volt, ideje nagy részét rádióadások hallgatásával, nyelvtanulással és olvasással töltötte. Ekkortájt ismerte meg a japán ultranacionalista író Yukio Mishima munkáit, melyek nagy hatással voltak rá, és későbbi elhíresült tettének fő katalizátoraként szolgáltak, ami nem meglepő annak fényében, hogy Mishima 1970-ben megpróbált puccsot végrehajtani a japán önvédelmi erők manipulálásával. Ez judó. Annak reményében, hogy sikerül visszaállítani a II. Világháború alatt újonnan népszerűségre kapott szamuráj etikettet és társadalmi hierarchiát. Ám Mishima megittak összet a havadokkal, és így, nem fogunk politizálni, Megisztok még kettőt, és így ilyenek történnek. Igen, és megpróbálod visszaállítani a shogunátust. Ám Mishima kísérlete sikertelennek bizonyult, és szamuráj elveihez a legutolsó pillanatig ragaszkodván rituális öngyilkosságot követett el. Szintén átlag szombatestő. Ez judó. Azonban annak ellenére, hogy Yukio Mishima munkáit terelték Moenót a jobboldali politika világába, Mitsuyasu romantikus jobboldalinak vallotta magát, mely egy akkoriban néhány tízezer tagot számláló föld alatti politikai mozgalom volt, Mishimájéhoz kimondottan hasonló célokkal a Bushido visszaállítását illetően. 1971-ben Moeno visszautazott Japánba, ahol a tokiói Okura Hotelben részt vett egy bizonyos Yoshio Kodama által rendezett ultranacionalista rendezvényen, ahol Kodama bemutatta a saját maga által komponált új nemzeti himnuszt, melynek szövege az akkori kormány megdöntésére és a háború alatti normák visszaállítására buzdította a fiatalokat. Kodama azonban több volt rendezvényszervezőnél és zeneszerzőnél, ugyanis politikai befolyását a háborús évek alatt használva közvetve felelős volt több atrocitásért is, és 2 évet ült börtönben. A-osztályú háborús bűnösként, amely egyébként japán besorolás szerint a legsúlyosabb, és általában a civil mészárlások elrendelőit, az emberkísérletek végrehajtóit és a hazahárulókat veszi egy kalap alá. Mindezeken felül Yoshio Kodama kalandos élete során volt acélöntő, ópiumcsempész, merénylő, a II. Kínai-japán háború alatt testőr, illetve kém, triád kapcsolattartó, majd később a Kínában állomásozó japán tengerészeti erő kizárólagos repülőgép beszerzője, később ellentengernagy. Azért ez karrier, tehát így. Igen, tehát azért van némi szórás, már alapból az acélöntő meg az ópiumcsempész ott... nem feltétlen egy iparág. A merénylő meg sem lep, de hogy így kém, meg triád kapcsolattartó, meg egyébként repülőgépbeszerző, kizárólagos repülőgépbeszerző, ellentengernagy, még csoda, ami nem volt strici. Ez amúgy az ellentéte annak, amikor a Tinderen azt írják a lányok, hogy szeretnek utazni meg a finom borokat. Tehát, hogy így, amikor annyi személyiséged van, hogy nem tudod leírni. Tehát. Igen. Mert minden friend groupra van egy, tudod, és akkor lesmanult ilyen katonákkal, és akkor ott ellentenger nagy volt, ugye a triádokkal is jóba kellett lenni. Van ennek haszna? Változatos múltjának, kapcsolatainak és fosztogatásának következtében a háború végére Kodama Ázsia egyik leggazdagabb emberévé vált, vagyonát akkortájt 175 millió amerikai dollárra satszolták. Kodama hatalma a háború után a megszállás zűrzavarában még tovább szilárdult, és elvitathatatlan szerepet játszott abban, hogy a Yakuza ismét megvethette a lábát Japán több társadalmi rétegében is. Mitsuyasu Moeno nagyon nehezen talált filmes munkákat Japánba való hazaköltözése után. Spontán elfelejtettem magyarul? Mert eddig olyan jól ment. Hát... eddig olyan közepesen ment. Igen. Eddig nem ment olyan szarul, mint ahogy hittük, hogy fog. De azért ez véleményes. Ezen időszakában ismerte meg az akkoriban virágzásnak indult román pornó műfaját, és egy Nikkatsunál dolgozó kapcsolatán keresztül kisebb szerepeket kezdett vállalni a stúdió által embertelen mennyiségben gyártott filmekben. 1976-os haláláig több mint 20 ilyen filmben szerepelt, eleinte kisebb, ám rövid időn belül már főszerepekben.
Ahogy ezt már korábban említettem, 1976-ban együtt játszott Kumi Taguchival a Tokyo Emanuel nevű klasszikusban, mely Taguchi első komolyabb szerepe volt a Nikkatsuná, és ez a film vált Manu leghíresebb szerepévé. Állítólag, ugye. Filmes évei alatt Manu egy régi álmát felelevenítvén csatlakozott a Taiyo Flying Club nevű repülős klubhoz, ahol Kiyoshi Yagi kezei alatt sajátította el a repülőgép vezetés rejtelmeit. Ezen időszakban Manu és Yagi jó barátokká váltak olyannyira, hogy Manu 1976-os kamikaze támadása előtt beavatta Yagi tervébe. Ezek szerint volt egy kamikaze támadása. Talán. A Lockheed botrány, röviden, egy több országon, több kontinensen átívelő megvesztegetési és ármanipulációs kampány volt az amerikai Lockheed repülőgépgyártóvállalat által, amely az 1950-es évek végétől az 1970-es évekig tartott, hatalmas politikai visszhangot kiváltva Hollandiában, Olaszországban, Nyugat-Németországban, Japánban, Szaúd-Arábiában és több más európai és ázsiai országban is. És noha bár eme botrány önmagában megérne egy teljes epizódot, nézőink idejének megtisztelése érdekében úgy gondolom, érdemesebb lenne arra koncentrálni, hogy egész pontosan hogyan is hatott ez a botrány mai főhősünk Mitsuyasu Manu szülőföldjére, valamint japán politikai elitjére. Tehát, röviden. Az Egyesült Államokban 1971-es amerikai sürgősségi hitelgarancia egyezmény keretein belül megalkották a sürgősségi hitelgarancia bizottságot, melynek feladata az volt, hogy felügyelje és biztosítsa a szövetségi magánkölcsönöket egészen 250 millió dollárig. Az egyezmény hivatalosan azt garantálta, hogy ha és amennyiben egy cég, jelen esetben a Lockheed, képtelenné válna hitelezői kifizetésére, úgy az Amerikai Egyesült Államok kormánya közbelép, hogy átvegye a vállalat kifizetetlen hátralékait. 1975-ben a bizottság elkezdte kivizsgálni, hogy vajon a Lockheed megszegte a korábban kötött egyezményt azáltal, hogy elfelejtett beszámolni a bizottság irányába bizonyos külföldről érkező bevételeikről. Biztos nem ilyen jakuzza lóvék. Üpszi, elfelejtettek itt pár milliárd dollárt. Kivel nem történt még ugye ilyen? Igen, igen, abszolút. Hát na... rossz zsebben, nem vette észre, az akujába maradt, és hát... Ők is emberek, vagy hát igazából nem mindegy. Hát, nem. 1977. október 14-én a Lockheed és a hitelezőjükként szolgáló mintegy 24 bank megállapodást kötött, egy 100 millió dolláros forgótőke megállapítását illetően, mely hivatalosan az állami hitelgarancia szerződés volt hivatott helyettesíteni, és mely 60 millió dollárnyi tartozás törlesztését kellett volna fedezze. Még ugyanezen napon a Sürgősségi Hitelgarancia Bizottság is elfogadta a felek megállapodását, ezek után a Lockheed és hitelezői mintegy 30 millió dollárt utaltak át a bizottságnak. 1976-ban az amerikai szenátus egy albizottsága, Frank Church vezetésével, kivizsgálta a Lockheed és hitelezői üzleti tevékenységeit, melynek során rájöttek, hogy a Lockheed repülőgépgyártó vállalat több mint 22 milliárd dollár értékben vesztegette meg a kormányhivatalnokokat több országban is, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a fentebb említett országok a Lockheed legújabb F-104-es katonai vadászgépeire ruháznak majd be. Japán esetében ezen megvesztegetés a politikai, katonai és üzleti élet legfelsőbb rétegeit is elérte, többek között a Marubeni Társaságot is, mely Japán legnagyobb kereskedelmi cége volt akkoriban, a japán pénzügyi minisztert, Eisaku Satót és a japán önvédelmi erők főparancsnokát, Minoru Gendát is. A Minoru Gendánál való lobbizás különösen sikeresnek bizonyult, ugyanis 1957-ben a japán önvédelmi erők az amerikai gyártású F-11F kötőjel, egy F Super Tiger vadászgépek megvásárlását és hadrendbeállítását fontolgatták, hogy az akkoriban hadrendben lévő F-86-ot visszavonultassák, ám a Lockheed megvesztegetési kampányának hatására Minoru Genda és több befolyásos baloldali politikus nyomás alá helyezte a kormányt, akik végül a Lockheed által gyártott F-104-es gépek vásárlása mellett döntöttek. Valamiért. Ugyebár? Na most de igen, sétálsz igen, az valamiért. Utcán és találsz 147 ezer milliárd jent, hát Istenem. Vajon azért döntöttek, mert fejenként annyi pénzt kaptak, hogy soha többé nem kellett dolgozniuk ebben a kurva életben, vagy másért? Másért, egyértelmű. Biztos vagyok benne. Persze. Nem sokkal ezután a Lockheed felkereste a már korábban említett ultranacionalista Yoshio Kodamát, és konzultánsként kezdték alkalmazni annak érdekében, hogy a Japánban található civil légitársaságok közt is növeljék a Lockheed vállalat befolyását. Amúgy ez mekkora vaslogik, hogy így keresnek egy embert, aki Japánban segíthetne nekik terjeszteni a vállalkozásokat, és így
hú, ki legyen az valami üzletember, valami híresség, egy politikus. Ja, várjál, itt van az az ópiumcsempész merénylő vasöntő csávó, akivel találkoztam az egyik animekonon. Na ő, aki na, nem mellesleg egyébként náci. Igen, na ez a gyerek geci nagy forma, nagyon rilla tesó, legyen ő. Tehát, de úgy látom magam, hogy ülnek a Lockheednál egy ilyen baszadék nagy üveg meeting roomban, és akkor így, urak, terjeszkednünk kell Japán felé. És így, jó, hát akkor mi legyen, keresnünk kell ott egy kapcsolatot, aki segíthet ebben, és így, hát figyelj, van itt ez a csóka, ilyen acélöntő, meg ópiumcsempész egyébként, ex-merénylő és vagy jövőbeli merénylő, és nem tudom, és akkor így, és esetleg véletlenül nem lehet, hogy egy picikét náci. Miért? Igen, ez van, amikor nagy rész kokainon hoztok döntéseket, tehát egy így. Amúgy igen, amikor a vérállományodnak a 90%-a kokain, a maradék 10 meg ópium. Igen. Kodamának fontos szerepe volt abban, hogy a japán All Nippon Airways légitársaság, tetszik, hogy a fele angolul van, a fele japánul. Hangsúlyozom, ez egy tükörfordítás, tehát ugye cégneveket meg ilyesmiket nem fordítunk le, ez az ő bizniszük volt. Igen, azért mondom, hogy tetszik, hogy, tehát, hogy váj. De amúgy ezt nagyon szeretik a japánok valamiért, pedig. Yes. Mondjuk a köznyelvben is van egy csomó szó, ugye, amit átvettek, és hát kénytelenek voltak ugye honosítani, amik nálunk is ilyen a processzor, meg ilyenek. Igen, igen. Hát meg ugye gyarmat voltak sokáig, úgyhogy nagyon sok volt az amerikai hatás így kulturálisan is, meg nyelv tekintetében is. Igen, 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 igen. Szóval igen, a japán All Nippon Airways légitársaság Lockheed L-1011 Tristar utasszállító repülőgépek vásárlása mellett döntött. Milyen érdekes. A minden értelemben modernebb és megbízhatóbb és felsőbb rendű McDonnell Douglas DC-10-esekkel szemben. Azonban ez nem egyedül Kodama érdeme volt. 1976-ban a Sürgősségi Hitelgarancia Bizottság vizsgálata közben a Lockheed akkori aligazgatója bevallotta, hogy a vállalat körülbelül 3 millió dollárral motiválta a japán akkori miniszterelnökét, Kakuei Tanakát, annak érdekében, hogy bebiztosítsa számukra az All Nippon Airways üzletét. Milyen szar lehetett ilyenkor az All Nippon Airways-nél dolgozni, és így akarsz egy üzletet kölni? Kölni? Nem azt mondom, hogy bárki, hangosítsd fel. Tehát. Szerencsére betékeltem közben. Milyen szarad az All Nippon Airways-nél dolgozni ilyenkor, és így akarsz kölni egy ilyen üzletet, és a kibaszott miniszterelnök rádrúgja az ajtót, hogy kölni. Nem te sám, te ilyen cuccot fogsz felni, és így, A Lockheednek 2,4 milliárd jennyébe került. Ezt jól gondolom, hogy ez egy nagyjából 5 milliárd forint? Kicsit több, mint 6. Több, igen, az kicsit több. Szóval 6 milliárd forintjában. 2,4 milliárd jennyibe került az All Nippon Airways szerződés lebonyolítása, melyből... 1976-ban, tehát hogy így nem, ja, igen, nem, igen, nem igen, van. Igen. Tehát, hogy... igen, hát ez még ma is sok pénz 1976-ban, az még pont a bubble era előtt volt, nem? Igen. Tehát, hogy az még az hiperinfláció előtt. Yes. Azt kurva. Az a rengeteg pénz. Ez kibaszott sok pénz. Azt a kurva, az mocsadék sok pénz. Jó. Boy. Melyből 500 millió közvetlen Kakuei Tanaka számláján landolt, míg ez mondjuk nem tudom, hogy mennyire okos, míg további 160 millió különböző All Nippon Airways vezetők zsebébe került. További 1,7 milliárd yen 1976-ban állítom, van olyan közép-ázsiai ország, akinek a teljes GDP-je ma nincs annyi. Konkrétan nekünk nincs annyi, de szerintem, de... Igen. Szóval további 1,7 milliárd yen Yoshio Kodama közvetítői díjaként szolgált. A csávó nem szar üzletember viszont. Azt tuti, az fix. 2,5 milliárdból egy hetet bezsebelt. Ez teljesen jó. Van egy üzlet, amiben nagyon minimálisan veszel részt, és kapsz 70%-et. Igen. Deal. Tudod, ki csinálja még ezt az Amazon? Kurva anyád. Na mindegy, Jeff Bezos egy fasz. Mi? Később, 1986-ban kiderült, hogy 1969 és 1975 között a Lockheed
egy Deak and Company nevű fedőcégen keresztül vesztegette meg a miniszterelnököt és a légitársaság hivatalnokait. Érdekes és felettébb retardált csavar a történetben, hogy a hivatalos jelentések szerint a Lockheed mintegy 8,3 millió dollárnyi készpénzt szállított a Deak and Company hongkongi főhadiszállására, ahol valamiért egy spanyol származású papot bíztak meg a pénz Japánba szállításával. És geci, nem tudtam felfogni, hogy miért. Négy forrásból erősítettem meg. Azt hittem, hogy az egyik cikk téved, vagy valamit félrefordítottak. Nem. Egy spanyol papot kértek meg erre a feladatra, szintén szerintem azért, mert egy icipicit román voltak kokainozva, de csak tippelek. Hát, vagy azért, mert most ha belegondolsz, ha shady bizniszt akarsz csinálni, a legegyszerűbb dolog, hogy vagy a kormányhoz, vagy a katonasághoz, vagy az egyházhoz mész. Mert ők vannak hárman, aki nem fog a törvény. Na jó, de most képzeld, hogy mennyire feltűnő egy spanyol pap Japánban. Hogy így... Nem feltűnőbb, mint bármilyen más külföldi. Szerintem kurvára feltűnő. Mondjuk attól függ, hogyha üvöltözik spanyolul, vagy papul, akkor lehet, hogy egy kicsit feltűnőbb, mint egy öltönyös üzletember. Igen, egyébként a spanyolul és papul is üvöltözött. Amikor a botrány 1976-ban kirobbant és felkavarta több ország közéletét is, Maenó égtelen haragra gerjedt annak tudatában, hogy az eddig általa oly nagyra tartott Yoshio Kodama nemcsak, hogy részt vett Japán és a világ egyik valaha volt legnagyobb korrupciós botrányában, de Maenó szerint elárulta az elveket is, melyeket oly hangosan prédikált és melyekkel évekig markában tartotta követőit egy tradicionálisabb, élhetőbb jövőt feltállalva nemzeti érzelmű japán fiatalság számára. Hú, boly, van baj. Mitsuyasu Maenó 1976 tavaszán kezdte el megtervezni a támadását és magángépét használva, ami ugye nyilván volt neki, feltérképezte Setagaya környékét, ahol Kodama villája állt. Ezt így szeretném megjegyezni, hogy akkoriban olyan fizetések voltak, hogy egy alig munkát kapó, küszködő, shittier, pornós magángépet tudott magának venni. Csak így mondom, neked, ha meg van egy Suzuki, akkor menő vagy. Na jó, de az milyen Suzuki, testvérem? Nem repül, azt tudni. Hát vagy nem direkt. Figyelj, ha felmész az autópályára, alákap a szél, még ki tudja. Március 23-a reggelén Maenó és két társa a Tokió nyugati részén található Chifu reptérre hajtott, ahol két Piper Cherokee típusú gépet béreltek, azzal az ürüggyel, hogy egy kamikázékról szóló film reklámozásához szeretnének némi promóciós anyagot készíteni. Az egyik gépet, nem úgy volt, hogy ez a magángépe lesz? Mi a fasz? Az egyik gépet Maenó vezette, míg a másikban két társa ült. Nagyjából egy órányi Tokió feletti körözés után Maenó rádión értesítette társait, hogy egy időre különválik tőlük, mert némi elintézni valója támadt Setagaya környékén. Azonban a másik gép, melyen az operatőr is utazott, úgy döntött, elkíséri Maenót Setagayába. 9 óra 50 perc környékén egy közeli amatőr rádiós elkezdte fogni Maenó gépének utolsó üzeneteit, melyek közül csak a JA3551, Maenó gépének száma, és a Tenno Heika Panzai, éjjel soká császár volt kivehető. Rögtön ezt követően Maenó gépe elcsendesült. Maenó mélyebbre ereszkedett, két kört repült Kodama villája fölött, majd annak második emeletébe csapódott. A becsapódást követően azonnal meghalt, azonban a várakozásai ellenére gépe nem robbant fel, mindössze tüzet okozott Kodama otthonában. Maenó eredeti terve nem járt sikerrel, Kodama a ház egy másik szegmensében tartózkodott, mindenféle sérüléstől mentesen úszta meg a támadást, Mitsuyasu mindössze két cseléd sebesített meg az akciójával, és az általa okozott tüzet Kodama személyzete néhány perc alatt kioltotta. Az nem lehetett egy ilyen nagyon nagy tűz. És a két cselédet is csak megsebesítette. Hát ez besült. Igen, ez nem igazán jött. Több sikert legközelebb. Na, geci vagy.
Amint elkezdett terjedni Manu akciójának híre, azonnal szélső jobboldali tüntetők lepték el Kodama otthonát, akik perceken belül összetűzésbe kerültek a kivezényelt rendőri erőkkel. Az Associated Press cikket jelentetett meg az akkora már azonosított támadóról és az eseményeket kiváltó okokról, melyre a japán közvélemény szokatlanul empatikusan reagált. Úgy tűnt, hogy a Lockheed botrányból származó szégyen és magalázottság nem csak Mitsuya Sumanót viselte meg, hanem sok kortársát is, és a cikk publikálását követő hetekben és hónapokban az Associated Press rengeteg Manu ügyével szimpatizáló levelet kapott. A Lockheed botrányt követő események, beleértve Manu támadását is, megmutatták, hogy a japán közéletet mennyire frusztrálta az akkori politikai elit üzelmeit tudatosan toleráló kormány, és nyilvánvalóvá tették aggodalmuk, hogy a felelősöket többek között Kodamát valószínűleg sosem fogják felelősségre vonni. Azonban ahány szimpatizánsa akadt Manu ügyének, ugyanannyian bírálták is, elsősorban a módszereit, mondván, hogy 30 évvel a II. Világháború után Manu a múlt egy olyan szellemét idézte meg, amit nem csak Japán, de az egész világ azóta is próbált elfelejteni. Keiichi Ito, a japán önvédelmi erők tábornoka, hevesen bírálta és megkérdőjelezte Manu motivációit, kamikáze akcióját Yukio Mishima öngyilkosságához hasonlította, és mindkettőre puszta ego által vezérelt, önös érdekből elkövetett hírnév hajhászásként hivatkozott. Ito ugyanakkor rendkívül elismerően nyilatkozott Manu tervezéséről és technikájáról. Nem ezt várnád egy olyan embertől, aki elvileg kicsit kritikusabb kell lenni, hogy legyen egy gyakorlatilag terrorista akcióval kapcsolatban, de... Főleg, hogy konkrétan két sorra följebb még mondta, hogy ez csak ego által vezérelt, önös érdekből elkövetett a hírnév hajhászás, meg nem tudom, és aztán, de amúgy királyul csinálta, amúgy jó csinálta, szar volt, amit csinált, de ezt jól csinálta amúgy. Nagyjából mi ezt mondta. Keiichi Ito ugyanis kevesebb volt a háború túlélő Tokotai-nak, más néven kamikázénak, és állítása szerint Mitsuya Sumanu a lehető legprofibban, legszakszerűbben hajtotta végre akcióját, és azért jár neki némi elismerés. Technikailag a legmagasabb pontszámot érdemli, ez a támadás egy tökéletes iskola példa lehetne, mondta Ito. Tetszik, hogy így, hú, előtt élem ezt, hú, ez terrorizmus volt, de legalább jó terrorizmus volt. Oké. Okay. Igen, majd utána még meg is dicsérte, hogy profi volt, szakszerű volt, iskola példa, tökéletesen végrehajtott terrorcselekmény volt, amit nagyon elítélek. Ez a terrorizmus undorító, ne legyetek terroristák, de ha terroristák lesztek, akkor nagyjából így kellene csinálni, ha engem kérdezték. Amúgy igen. Ha engem kérdeztek, allegedly, maybe, in my opinion. Igen. A támadás túl élvén Kodamát a közvélemény legnagyobb meglepetésére 1977-ben vád alá helyezték. Úgy tűnt, Kodama megbánást tanúsított, amiért pénzt fogadott el a Lockheed-tól, egy olyan társaságtól, mely a II. Világháború során Japán ellen harcba szálló országoknak gyártott repülőgépeket, és végül nem szólalt fel saját védelmében. Ügyvédei közbenjárásának és Kodama egészségének köszönhetően azonban tárgyalása elhúzódott, Kodama még az ítélet kihirdetése előtt 1984. január 17-én elhunyt, álmában érte a halál egy stroke következtében. Bad I wish I was him. Az események után Mitsuya Sumanu filmes szerepei legendássá váltak, és az általa alakított karakterek több más filmben és novellában is említése kerültek, és Manu több kisebb koraibb munkája, ez sem egy mondat szerintem. A filmgyűjtők által nagyra becsült ritka klasszikussá vált. Továbbá Manut név szerint megemlítették több novellában is, többek között 2003-ban Antonius Skármeta, legyen ő bármilyen nemzetiségű is, által papírra vetett A táncos és a tolvajban, melyben a főszereplő egy olyan japán vetítőterem előtt találkozott a párjával, mely Manu legismertebb filmjeivel, Tokyo Emanuellel és a Tokyo Deep Throttal volt kiplakátolva. Well, ez egy elég terteágazott történet volt, azt kell, hogy mondjam. Nagyon sok mindenre nem voltam felkészülve ebben. És arról van egyébként bármi információ, hogy így ebből tanult-e bármit a
akár a japán pornóipar, akár a japán filmipar, akár a japán kamikázeipar. És a japán kamikázeiparban nem vagyok biztos, szerintem ott kimondottan hanyatlásnak indult a 70-es évek után, mostanában igazán repülgetnek bele a dolgokba. Viszont a pornóipar ebből igazából annyit tanult, hogy hát igazából ez fizet. És szerintem én más nem. Tehát, hogy és a lényeg egyébként ez volt. Hát figyelj, amúgy összességében a pornóiparnak ez a lényege. Én azt hittem, hogy az oktatás. Mi? Hát, hogy felvilágosítsák az embereket, hogy... Nem, kúrni akarnak, hogy pénzt keresni. Két nő, meg egy mexikói, meg egy szamár nagyon szeretik egymást. És mi történik? Nem tudom, nem láttam. Fájó seggel ébredek másnap. Mi? A link megvan, de nem láttam. De fel van tetoválva az alkarodra? A személyem belső felére. Ilyen fluoreszkálós izével. Igen, éjszaka is lássam, hogy ne felejtsem el. Be akarom égetni a tudatomba. Közérdekű információ, volt régen egy olyan pornólink, amit tudtam fejbe. Szívesen. Nem mondom el, csak gondoltam, közlem az információt. Csak privátban, hogyha feliratkoztok a Patreonunkra. Ja, igen. Hát ez... Egy ilyen merch póló, amin az a link van. Egy QR kód. Igen. És így beolvasod a QR kódot, elvisz egy linkre, ami pornó linknek látszik, de amúgy forwarddal egy olyan oldalra, ahol csak egy TXT van, hogy a kurva anyádat. A pornó öl. Ez változatos volt. És, igen. Tehát így volt benne történelem, volt benne pornó, volt benne pornó történelem, volt benne megvesztegetés, amerikai, hát hogy is mondjam, egyes körű világszerte elágazó korrupciós botrány, pucskísérlet, kamikázi akciók, de hát igyekszik az ember. Figyelj, változatosan szép az élet, én azt mondom. Azt így nem biztos, hogy kimerném jelenteni feltétlenül, hogy tanulságos volt. Ezzel kapcsolatban azért szerintem ez véleményes, de mindenképpen a valaha elkészült egyik YouTube videók egyike ez. Nem, amúgy abszolút tanulságos volt, mert ha megnézed, ennek a csávónak az életének egyetlen olyan szakasza volt, ami tényleg működött, és az, amikor elkezdett pénzért kúrni. Minden más, ami előtte vagy utána volt, az teljesen labilis volt. Ez fair. Én nem tudtam, nem tudom, hogy ez akkoriban is így volt-e, de hogy Japánban egyébként ilyen undorító módon bálványozva vannak a pornószínészek. A nők mindenképpen. Hát mert csodálatosak. Jó, hát ez tény. Hát, gondolom. Állítólag, igen. Mert mesélték. Nem, hát amúgy én ezt sem tudtam nagyon sokáig, hogy a Yakuza játékokban legit pornószínészek vannak. Ez az egyik legkirályabb húzás volt játékfejlesztői szempontból, hogy nem az, hogy vegyünk fel akármilyen szinkronokat, és így várjunk csak, ez a játék tele van kurvákkal. Hát egy kurva csak tudja, hogy kell kurvát szinkronizálni, hozzátok őket, és így komolyan szabra bevezetnék a ribancokat. Amúgy igen. Szexmunkások, jó? Ne legyünk pejoratívak. Értem. A szexmunkás és munkás. Már igazán az a négyet szavazatra, bassz meg. Há, jó. Már rajta van. Jó, hogy nem olvastam el. Ugye? Nem kellett volna ezt mondanom a Facebookos álláshirdetés után, de most már mindegy. A jelenlegi munkahelyünkön is szopunk, úgyhogy legalább hátha jobban fizet. Ó, igen. Ja, ez kiváló volt. Soha többé, viszontlátásra. Így van, sziasztok. Nem fogok szólni. Mi van? Ne jössz!
Igen, honnan? Az elejétől. Ja! Jó, bazzeg, összezavarodtam, mert eddig mindig benne volt az intro is. Ez volt az intro.